A Madarász Imre Egyesített Óvoda Zöldfa úti óvodájában is megszűnt az ügyeleti ellátás, s visszatért az eredeti rend. Egyre több ovist hoznak reggelente a szülők. Mint Harsányiné, Szabó Ilona vezető elmondta, kezdenek visszaszokni az ovisok. Újabb barátokat találtak. Többen azonban kicsit bizonytalanul jöttek vissza két hónap után. Így velük újra kellett kezdeni a beszoktatást. Hétfőn 31-en, mai napon már 36 kisgyermek vett részt a mai óvodai életben, és kezdenek visszaszokni, kezdenek újra a barátokra találni, illetve újabb baráti kapcsolatokat kialakítani. Van, aki idegenkedve néz még széjjel, van, aki egy kicsit bizonytalan, de ugye a barátok azért nagyban átsegítik őket ezek a kezdődő nehézségeken, és sikeresen beszoktatjuk őket újfent. Most a nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek szociális kapcsolatainak az alakítására, illetve a gyermekek, tanköteleskorú gyerekeknek iskolára való felkészítésében, illetve az egyéni fejlesztésekre minden gyermeknél. Az óvodában nagy hangsúlyt fektetnek az ősszel iskolába menő gyerekek egyéni fejlesztésére a következő hetekben. 20 fő megy iskolába. Óvodánkból 24-en tanköteles körű van, és abból 20-an elmennek iskolába az idén, és jelen pillanatban is vannak, akik itt vannak nagy csoportosok, őket délután és délelőtt is egyéni fejlesztésekben, mikrokis-kis csoportokban tudjuk fejleszteni, és igyekszünk felkészíteni, megtalálni, hogy mi az a nehézség, ami még esetleg nem úgy fejlődött ki, és ezekre hangsúlyosan odafigyelve elérni azt, hogy ők is bátran megállják a helyüket majd az iskolában. Az óvoda udvara fedett terasza ideális játékteret biztosít a gyerekeknek. A délutáni alvás után kis csoportokban kézműveskednek, játszanak, illetve egyéni feladatokat is kapnak a gyerekek. A délutáni alvást követően a gyerekek uzsonáztatása folyik, és aztán kis csoportokban, hol az csoportszobában, hol az udvaron, de most a mai napon ugye esett az eső, és most vizes a fű, így nem tudtunk kimenni, meg elég szeles, ezért ide bent a csoportszobában játszunk velük, illetve egyéni kis megsegítések történnek még. Most a ballagás, a búcsú sem a megszokott formában van. Augusztus 15-e után tartják meg valamilyen formában a ballagást. Hát a hét már annak a jegyében telt volna, hogy folyamatosan ballagtak volna, tanévzároztunk volna a gyerekekkel. Hát ez most ugye a rendeletből úgy tűnik, hogy augusztus 15-e ilyen nagyobb rendezvényeket nem tartunk, hanem majd augusztus 15-e után, amikor egyébként is a tanév augusztus 31-ig tart, és abban a kis időszakban megpróbálunk a gyerekektől elbúcsúzni. Nyáron is csak két hétre zárnak be. A mostani kormányrendelet két hetet engedélyez, hogy két hétet zárhatnak be az óvodák, úgy így aztán egész nyáron nyitva leszünk minden óvoda, a két hét szünetet eltekintve, úgyhogy várjuk a gyerekeket folyamatosan, illetve igényfelmérést tartottunk, és várjuk tényleg azokat, akik még ezután fognak bekapcsolódni, mert azért vannak olyanok, akik még egy kicsit óvatosabbak, tehát minden héten újabb létszám változás történik, igyekszünk ennek megfelelni. Az óvodába visszatérő gyerekek örömmel fedezték fel a beültetett konyhakertet, a fűszerkertet, a szikla és virágos előkertet, aminek a gondozásában is részt vesznek majd.